Sziasztok! Bemutatom nektek az új házi állatunkat. Hát hol bujkálsz? Nézzétek, milyen hatalmas! Tehát a mai videónk főszereplője a könyvskorpió, aki egyáltalán nem egy vérszomjas fenevad. Ha szeretnél megtudni egy pár érdekességet róla, akkor maradj velem! A könyvskorpió világszerte elterjedt, nem kártevő, nagyon hasznos állatka. Testnagysága csupán 3-5 mm. Hosszú ollóban végződő tapogatóval apró skorpióra emlékeztet, amelyekkel az áskorpiók rendje csak távoli rokonságban van. Helyét lassan változtatja, oldal irányban vagy hátrafelé is ügyesen mozog. Testének és ollójának színe fekete, a lábai viszont barnák. A könyvskorpió főként lakásokban, szekrényekben, repedésekben, rések mögött gyakran könyvek lapjai között él. Szabadban ritkán tartózkodik, de olyankor fakérgek alatt vagy avarban és mohák közt találod meg. Ő egy ragadozó életmódot folytató kis állat. Tápláléka ízelt lábúak és házi poratkák. Én épp a nagy takarításomhoz készültem, úgyhogy mivel nem akartam felporszívózni, így belepottyantottam az egyik szobanövénynek a cserepébe, vagyis hát a földbe, és remélem, hogy ezért nem neheztel rám. Ti tudtátok, hogy mi ez, vagy találkoztatok már vele élőben? Írjátok meg nekem kommentben.